kulcsszó, ugye, ami mindig mondtuk, hogy a tábornok képzés, ugye, tehát azt hiszem ez volt, amit mindenkire emlékszik rá, hogy igen, tábornok képzés, és ez nagyon beválik szerintem. Közlegényekkel nem foglalkoztam. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy a jövőt hogyan látjátok. Sokat beszéltünk a múltjáról a tanszéknek, áttekintettük a témákat is. Mindig valami eszembe jut a kutyáról, nem? És nem csak maga az, hogy kutya, mert nagyon sokan, például a lányom is kutyában mindig kutyát látna. Most én meg mindig látok benne robotot, látok benne mobiltelefont, látok benne humán dolgokat, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Fel volt háborodva. De az egyetemen azt mondták, hogy mi nem végzünk tudományos munkát, csak játszunk a kutyákkal. Tehát ez egy nagyon hosszú történet, úgyhogy ebből csak egészen röviden. Én elkezdtem foglalkozni idegbiológiával, szerettem volna idegbiológiával foglalkozni, és kiderült a különböző egyetemek lehetőségeiből, hogy ezt az ELTE-n nagyon. Én az orvos egyetemen voltam, ott ezt nem lehet csinálni. Új főnök volt a tanszéken is, nem volt lehetőség arra, hogy egy komoly idegbiokémiai vonalat elindítsunk, és akkor én megpályáztam az ELTE-n egy tanszéket, ahol etológiával, állatviselkedéssel kezdtünk foglalkozni. Ugye ennek a fő szempontja az volt, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy olcsó tudomány, tehát egy néhány állat és jó szem elegendő hozzá, aztán később ez is bonyolult. És mik voltak ezek az állatok? Halak voltak a legelső állatok, hát kellett választani egy állatot, egy darabig csirkéket dolgoztunk még a orvos egyetemen, és a jelent is meg ebből csirke imprintingből néhány cikk. Aztán kellett egy végleges állatot választani, és miután én akvarista voltam ifjú koromban, halakat jól ismertem, ezért kerestünk egy olyan halat, amelyik alkalmas az etológiai vizsgálatra. Ez egy bonyolult dolog, mert van olyan hal, amelyik megsértődik, ha kihalásszák, és egy másik akváriumba teszik, és akkor hónapokig nem áll szóba az emberrel. Ezek az okos halak, ezekkel nem sikerült. Aztán a paradicsomhal, az pedig egy ilyen mocsaras terepen él Vietnámban, Ázsiában, és hozzá van szokva mindenhez is. Ez volt az első akváriumi hal Európában annak idején. Erre esett a választás, ez nagyon jól bevált. Érdeklődő, kedves állat. És Ádám, téged a paradicsomhalak vonzottak a tanszékre? Nem, engem nem a paradicsomhalak, engem az etológia vonzott, a viselkedéskutatás elsősorban, és hát igazából Csányi Vilmos is vonzott a tanszékre, mert ő már akkor is jól ismert kutató volt, és foglalkozott és beszélt mindenféle állatnak a viselkedéséről. Az számomra valóban egy sok volt, amikor kiértem a tanszékre, hogy ott viszont csak paradicsomhalak voltak, akkoriban már ez a 80-as évek eleje volt, és ezzel foglalkozott mindenki, és ott nem volt más választásom, hanem rá kellett jönnöm, hogy vagy etológus leszek paradicsomhalkutatás révén, vagy pedig teljesen mással kell foglalkoznom, és hát az első mellett döntöttem. Én még emlékszem, amikor megjelent az Ádám, ráadásul korábban jelent meg, mint ahogy szabad volt felvenni a hallgatót, mert mi csak a harmadévesekkel foglalkozhattunk, de ő már másodéves korában jelentkezett, és jó, hát akkor gyere, és holnap ott fönt találkozunk, és egy nagyon meg volt döbbenve, és csöndes volt. Igen, ez izgalmas volt. Hogy... De jött! Igen, az jó volt nagyon, hogy rögtön befogadtak, illetve hogy pont ez, hogy akkor az ember kapott munkát, és segíteni lehetett, nyilván hallgatóként, és az egyetem meg már akkor is úgy tűnt számomra, hogy elég felesleges tevékenységek folynak ott, tehát jobb a kutatással közvetlenül megismerkedni. Meglepődtél a paradicsomhalakon, de amúgy mit vártál? Igazából abból, amit az ember ugye
egyetistudományban, rádióban, tévében volt, azt vártam, hogy papagájok, meg krokodilok, meg teknősök, meg varjak, meg úgy mindenféle színes lények élnek ott a Gödi etológia tanszéken. De varjak hát voltak. Igen, aztán persze történetekből hallottunk varjakról, meg kutyákról, meg ugye akkoriban mindenféléről, de valójában csak pajcsomhal volt mindenfelé. És akkor hogyan cserélték le a paradicsomhalakat a kutyák? A paradicsomhallal egy jó ügyet fogtunk ki, hogy hogyan indítja el a tanulási folyamatot a kulcsinger a paradicsomhalakba, és ezt a etológiai szakma jó fogadta, jó helyen lehetett publikálni, és sokféle dolgot csináltunk akkor a paradicsomhallal, és az volt a probléma, hogy már kezdtük megúrni, mert tudtuk előre, hogy mi fog történni, azért a paradicsomhal egy nagyon egyszerű állat, és közben én találtam egy kutyát, a bukfencet, és nekik mindig meséltem, hogy a bukfenc miket csinál otthon, és külön elnéző mosolyjal, igen, a professzor kutyája az csodálatos, és aztán egyszer, mikor be kellett költöznünk a városba Gödről, akkor azzal kapcsolatban én úgy döntöttem, hogy vége a paradicsomhal korszaknak, elkezdtünk kutyázni, behívtam 4 embert, Ádámot is, és mondtam, hogy lehet választani, át lehet menni a nyulas csoportba, el lehet menni a tanszékről, vagy lehet velem kutyázni. És akkor nagyon savanyú képet vágtak, és mondták, hogy jó, akkor kutyáznak velem, mondjam meg, hogy hogyan. Mondta, fogalmam sincsen. És aztán így indult, és aztán később kitaláltuk együtt. És te hogy emlékszel erre? Tényleg ugyan. Ez tényleg így történt. Nem mindenre emlékszünk egyformán, de tényleg így volt. A sok is teljesen pontosabban velünk volt, annál is inkább, mert valóban nekem még kutyám sem volt, és akkoriban az ember úgy persze, hát ért sejtett valamit a kutyáról, de valójában nekem nagyon kevés kutyás élményem volt, pláne úgy, hogy a professzor úr se tudta, mit fogunk csinálni, és ez valóban szó szerint így is történt, tehát több éven keresztül próbáltuk kitalálni azt a ma már pofon egyszerű módszert, hogy hogy kell megfigyelni egy családban élő kutyát, és ma ez senkinek nem okoz igazából semmiféle meglepetés, de akkoriban ez tényleg újszerű volt, hogy a kutyák gyakorlatilag gazdával bejönnek a tanszékre, és ottan figyeljük meg őket, vagy pedig adott esetben mi látogatjuk meg őket otthon. Ez volt az a hatalmas ötlet, amivel a kutatással indult, és utána már egészen jól ment a dolog. Ennek volt egy előzménye, amikor még az Ádám nem volt ott. Én már egyszer elhatároztam, hogy kutyákkal érdemes lenne dolgozni, és úgy gondoltuk, hogy akkor ott tartunk kutyákat, és azokkal majd végzünk etológiát. És hirtelen lett 30 kutya. Ebből azt hiszem 4-et vettünk. A többit azt úgy hozták, bedobták a kerítésen, a műszaki osztály különböző alkalmazottjai találtak nekünk kutyákat, végén már könyörögni kellett, hogy ne hozzanak több kutyát. Lényeg az, hogy volt egy hatalmas kutyafalka, és hát azon kívül, hogy nagyon sok problémát okozott, hogy együtt voltak és viselkedtek. Kiderült, hogy az egész telep, Gödi telep dolgozóival különböző viszonyt ápolnak. Tehát van, akit szeretnek, körbevesznek, és etetik őket, hiába könyörgünk, hogy ne etessék. A másik az fadarabokat vág hozzájuk, azt körülveszik és morognak rá. Szóval látod, hogy így nem lehet etológiai munkát végezni, hogy a kutyák, a kísérleti állatok azok valamilyen viszonyt építenek ki tőlünk függetlenül. És hát az meg szóba se jött, hogy most ugye nem, paradicsom halat egy kis akváriumban is lehet tartani, jól érzi magát, mindent csinál, amit tud. Egy kutyát nem lehet egy ketrecbe zárni és onnan hozni valami kísérletre. Tehát az világos volt, hogy így nem lehet. És akkor hát amivel aztán indultunk, az volt, hogy jöjjön a gazda is, nem tartunk kutyát, hanem kutyásokkal együtt. Igazából ugye engem a humán etológia érdekelt akkor már, és az egész kutyaprogram az arról szólt, hogy
az ember, amikor a nyelvet kialakította, ugyanabban a helyzetben volt, mint mostanában a kutyák, hogy bekerült egy emberi környezetbe, és még nem tud beszélni, de már a szociális viszonyokat kezdi érteni. Tehát az emberre is lehet következtetni a kutya viselkedéséből, hogy hogyan szocializálta saját magát az ember, és ez akkor nagyon izgalmasnak tűnt, és azóta is az. De még mégis visszakanyarodnék a paradicsomhalakhoz, hogy 81-82-ben jelentél meg körülbelül a tanszéken, és amiről a professzor úr beszél, az jó 10 évvel később kezdődött, ugye? Tehát neked 10 éved az paradicsomhalakkal telt. Így van, ez paradicsomhal kutatás volt. Részben az a Kuchinger, mint egy ilyen tanulásnak a kiinduló pontja, azt vizsgáltuk. A paradicsomhal elméjét próbáltuk kicsit úgy megfogalmazni különböző kutatások és kísérletek révén. Nekem, ami meghatározó élmény volt ebből a szempontból, az két. Egy nehézség az az, hogy a paradicsomhal kutatásban, ami mindig is nehézséget okozott, hogy ennek a halnak az ökológiája az nagyon speciális, és valójában nem tudtuk a laboratóriumban azért sosem megteremteni azokat a kísérleti kutatási feltételeket, és nagyon hiányzott volna az a terepmunka, amit miután ők Vietnámban és Rizsföldeken éltek, hát így Magyarországon nem igazán tudtunk sose megtenni, tehát ez egy hiányzó aspektusa volt ezeknek a kutatásoknak. A másik dolog, ami meg tényleg az volt, hogy egy idő után úgy éreztük, hogy ez nem ad eléggé tudományos kihívást. És mi is elkezdtük keresni, és azért én emlékszem, hogy a Mukfenc megtalálása előtti időszakban hosszú beszélgetések voltak arról, hogy merre is menjen tovább az etológia tanszék, fölmerültek ugye ezek az urban kutatások, ugye az állatok a városban például, tehát hogy sok téma merült fel, komolyan vitatkoztunk, ezzel néztük a szakadalmat, és aztán hát a kutya az többen egy kicsit így berobbant valahogy ebbe az egészbe, és is elvitte az érdeklődést, és részben azért is, mert valóban a kutya az nem csak kutyáról szól, a kutya etológia, hanem ott van mindig az ember. Is, mint egy ilyen csoporttag, tehát mi igazából sose a kutyát nézzük így önmagában, hanem azt az emberi csoportot, ahol a kutya is egy aktív résztvevő, egy mondjuk az, hogy ma már talán családtag. De ez azért egy fontos dolog, hogy ugye egy tanszéken sokféle ember előfordul, és azok maradnak meg, és azok érnek el eredményt, akik képesek önállóan dolgozni. Tehát nekem az mindig egy nagyon fontos szempont volt, és az Ádám ilyen különleges eset volt, hogy valakivel megbeszélek egy konkrét témát, de nem megyek oda minden nap, és nézem, hogy jó csinálja-e, és azt csinálja-e, amit megbeszéltünk, hanem azt várom, hogy egy-két hét vagy hónap múlva egyszer csak jelentkezik eredményekkel, azt arról beszélgetünk, és megy tovább idővel, aztán meg lehet írni belőle egy cikket. Ő ilyen volt, és ez ritka. Tehát a legtöbben azt gondolták, nekem az mindig komoly problémát okozott, hogy valakivel leültem, megbeszéltem valamit, elkezdte csinálni, másnap látta, hogy én egy másik emberrel ülök, és ugyanolyan lelkesen beszélünk valamiről, és akkor azt gondolta, hogy engem az ő témája már nem érdekel, hiszen egy másikkal vagyok intenzív kapcsolatban, és ezt magyarázhatja az ember, de ezt általában nem értik meg a fiúk, lányok. Az Ádám az egy kivétel volt, ő önállóan dolgozott a keretek között, tehát nyilván most elefántokat hozott volna, akkor esetleg azon vitatkozunk, de nagyon alkalmas volt arra az én szememben, hogy egy jó tanszéket csináljunk. Most kaptál itt sok dicséretet, ilyet ritkán kap az ember, akkor vissza tudnád adni? Hát milyen főnök volt Sányi? Az igaz, hogy pont erre gondoltam, hogy erre úgy reflektálnék, hogy tehát a másik, amire én nagyon azon emlékszem, hogy igaz, hogy ki voltak adva ezek a keretek, de szerintem azt is elmondtad akkor tanárul, hogy ha valaki, vagy az is elfogadtad, ha valaki teljesen más csinált, de megvolt az eredménye, akkor az is egy jó pont volt, hogy így mondja. Tehát, hogy nem kellett ragaszkodni ahhoz, mert és ez, ami nagyon nekem tetszett egyébként, ugye itt szóba került, hogy miért az etológia tanszék, persze az ember ezt előre nem tudhatta, de szerintem az összes tanszék
közül most így visszatekintve meg különösen azért az a amerikai tapasztalat, hogy hogyan vezetünk egy kutatóhelyet, ami a 70-es években professzor úr megszerzett, szerintem az borzasztó fontos volt, hogy nagyon szabad és tényleg laza a légkör volt, ami eredménycentrikus volt, pont ezért, mert mindig kellett produkálni, de az, hogy mit és hogyan, azért az csak tényleg a keretek voltak megszabva, és én ebben nagyon jó éreztem magam, és nagyon hálás vagyok minden a mai napig, és ezt próbálom én is továbbadni a kollégáknak, hogy bármit lehet csinálni, a fontos az, hogy vagy bizonyos keretek között, de a fontos az, hogy legyenek eredmények, célok, és persze tervek, hogy hogyan jutunk el oda. Hát aztán ez ugye az Albekerville leágazott a nyúlakkal, ürgékkel és egyéb ilyen rákcsálókkal. A Topályóska az is egy számomra nagy élmény volt, hogy éppen befejeztük a paradicsomhalat, hogy egy kulcsinger indukálja a tanulási folyamatot a ragadozó felismerésbe. És akkor jött a Jóska, hogy ő szeretne ott dolgozni, hallgató, utolsó éves hallgató. És akkor már mi abba akartuk hagyni, hát most mit csináljak vele. Jóska egereken ismételt meg a paradicsomhalas kísérleteket, mert ha egéren ugyanúgy bejön, akkor lehet általánosítani. Tehát egereken is össze dolgoztunk, büdösek, én utálom őket, de ott egy kis hely is. És aztán az Ádám segített neki, és 3 hónap múlva jött egy kész cikkanyaggal, amiben megismételte azokat a kísérleteket, le is közöltük, el is fogadták, és bizonyította, hogy egy rákcsálóban is ugyanúgy a tanulás kulcsingerekhez kötődik, és abszolút nem kapott tőlem segítséget. Az Ádámtól tudom, hogy kapott, mert mindig csúcsorogtak, de igazából önállóan csinálta meg, és azóta is, hát most a Pszichológiai Intézetben magas rangú ember. Tehát én azokat az embereket szerettem, akik képesek voltak az önálló munkára. Ez az alapja. De akkor hangozzon el a kulcs szó, ugye, ami mindig mondtuk, hogy a tábornok képzés, ugye? Tehát ez volt, azt hiszem ez volt, amit mindenkire emlékszik rá, hogy igen, tábornok képzés, és ez nagyon beválik szerintem. Közlegényekkel nem foglalkoztunk. Neked is ez fontos? Tehát akkor te is ezt eltanultad, hogy tábornok képzésről van igen, szó? Vagy az évek során adódott hozzá még valami vezetői tapasztalat, meg tanulság. Igazából szerintem azért ez a vezetés, ez nem olyan bonyolult, tehát én mindig csodálom, hogy ilyen könyveket írnak róla. Én szerintem pont megtanultam azt a 3-4 dolgot. És valóban, mert hogyha az embernek van egy víziója, ugye mit akar egy tanszékvezető, egy csoportvezető, nyilván azt akarja, hogy a saját ötletei, gondolatai, az az iskola tovább éljen. És azt csak úgy lehet csinálni, hogy ilyen táborokat képez, de azzal is tudni kell, hogy az iskola nem úgy él tovább, mint tényleg szó betű szerint, hanem szépen átalakul persze, és de úgy fogják tovább vinni. Tehát szerintem ez a önálló embereknek a nevelése az a legfontosabb. És ez most is a Zetógia tanszékre egyébként szerencsére teljesen jellemző. Vannak nagyon rossz példák arra, hogy nem szabad egy ilyen csoportot, tudományos csoportot vezetni. Ugye ez nem ipar, nem állítunk valamit elő, és mások a szabályok. Én a kínaimban dolgoztam egy ideig, és ott volt a König labor. A König az egy vegyészmérnök volt, egy nagyon okos, értelmes úr. És a labor körülötte volt elrendezve, és a munkatársak egy-egy helyen ültek, és akkor ő odaadott egy kémcsőt, hogy ezt melegítse fel, ezt kristályosítsa, ezt szűrje le. Tehát senki nem tudta, hogy mit csinálnak, mindent a König tudott, itt komoly újítási pénzek voltak a háttérben, de gyakorlatilag ilyen rabszolga munkával ért el eredményeket. Aztán volt egy másik labor, a földi, ahol mindenki külön dolgozhatott, kapott egy témát, és senki nem törődött vele, és nem segített. Azért nem segítettek egymásnak, mert megint az újítási pénzekben verseny volt. Aki egyedül meg tudta csinálni, abból lett valami, aki nem, az kiesett, de nem volt egy közös megbeszélés, ahol ha valaki elakadt egy kémiai
dolgok voltak, elakadt valaki, és segítettek valami jó ötlettel a tanszéken, mi meg ugye minden héten egyszer azért összegyűltünk, és ott komoly viták és beszélgetések voltak, függetlenül attól, hogy mindenki azt csinálta, ami az ő dolga volt, de kapott hozzá egy ilyen érzelmi, vagy ilyen tudományos, beleszólós segítséget, de ezt nagyon fontosnak tartom. Hát azért nagyon sok, ahogy én visszaemlékszem, hogy részben valóban a Palcsommal a kivezetése azért az egy hosszú folyamat volt. Tanár úr mindig mondta, hogy na most már akkor ez tényleg az utolsó, és most már jövő héten akkor az akváriumokat kezdjük felszámolni és kirámolni, és így nyilván ezért lassan szorultak vissza. Közben elkezdődött a kutyával való foglalkozás, tehát volt egy időszak, amikor már mi teszteltünk kutyákat és hát a gazdákat, tehát megfigyeltük őket, de még mindig voltak Palcsommalak is a tanszék területén. És akkor tulajdonképpen a következő ugrás az volt, amikor kiderült, hogy a Gödön volt a tanszék, akkoriban még nem nagyon szerettek a gazdák kijönni. Ez mindig egy kirándulás volt, nem úgy, mint ma, hogy Budapesten pár óra a BKV vagy autóval is el lehet jutni. És akkor elkezdtünk járni kutyaiskolákra, és mi kerestünk ilyen kapcsolatot, és az egyik ilyen kapcsolat az egy Soproni Krisztal kolléganőmön keresztül egy budaörsi kutyaiskola volt, ahol a Gácsi Márta volt akkor a vezető, és amikor mi megjelentünk, hogy hát akkor szeretnénk ott megfigyelni kutya-gazda interakciókat, akkor a Márta ugye nagyon sóhajtott, hát részben ennek két része volt a sóhajtásnak. Az egyik az, hogy ha ő erről korábban tudott volna, akkor persze milyen szívesen csinálna, a másik meg nyilván az, hogy és mi lenne, ha ő is beszállna közénk, és akkor volt ugye, akkor indult ez a doktori program, aminek lehetőséget adott, hogy már mesterdiplomával rendelkező kutatók bekapcsoljanak a kutatásba, és akkor a Márta ennek révén jött, és hát azért az ő tudása, tényleg a kutyákkal való gyakorlati tapasztalata azért nagyon megdobta ezt az egész kutatást, és egy teljesen másik érdeklődési pontot is egyébként nyitott, főleg a kutya irányába talán inkább, és ez nagy segítség volt nekünk. Hát itt álljunk meg, ugye, mert én erről a soproni kutyaiskoláról nem tudtam semmit, én azt tudtam, hogy egyszer csak megjelent nálam egy hölgy, aki közölte, hogy ő szeretne etológiai PhD-t csinálni. És kérdeztem, milyen végzettsége van, közgazdász végzettsége volt, akkor hát nem biológus. De a törvény olyan, hogy bárki jelentkezhet doktorira. Ezt én nem is tudtam. Jó, hát ha olyan a törvény, akkor jó, tud-e angolul, tud. Ez biológia. Akkor, de hát ő mindent meg tud tanulni. Hát jó, hát, akkor az a feltételem, hogy négy tárgyból, genetikából, élettanból, meg még már két másik nehéz tárgyból levizsgázik, ez nincs benne a szabályzatban, hogy ezt kell, de én nekem ez a feltételem, úgyhogy én nem fogok szólni oda, és elmegy, és mondja, hogy ő neki jegyet kell szerezni, és akkor valaki le fogja vizsgáztatni. Jó, ő tud tanulni, semmi akadály. És akkor egy kicsit még attól idegenkedtem, hogy ő igazi kutyás volt. Ugye többször jelentkeztek, egyszer jelentkezett még évekkel előtte a Kutya Szövetség, hogy én legyek az elnök, ők mindent elintéznek, nekem semmit nem kell csinálnom, csak legyek én az elnök. És ismertem a különböző, ugye ez egy, hogy is mondjam, kutya kiállítás külföldön, mindenféle bírálat, sok ága-boga van ennek, amit én úgy nagyjából tudtam, mondtam, hogy szó nem lehet róla. És mi nem tartunk, tehát nagyon barátságosak vagyunk, de mi tudományt csinálunk, és nem kutyások vagyunk igazából. Mi a kutyákat vizsgáljuk, és nem az érdekel, hogy milyen a formája, a küleme, és hogy a különböző kutya vizsgáztatás az, hogy zajlik, az minket nem érdekel, és ezt nagyon szigorúan tartottuk, mert egy szörnyű szociális közegbe kerültünk volna, ha valahol állást foglalunk, hogy ez jobb vagy az jobb, ez nem a mi ügyünk, hanem az övéké. Kicsit tartottam ezért, és azt mondtam Mártának, hogy jó, de felejts el a kutyaiskolát, itt etológiát kell tanulni.
És akkor az történt, hogy egy fél év alatt ugye a Márton nagyon csöndes volt ezeken a megbeszéléseken, és aztán elkezdett mondani egy-két dolgot, és a tanszék fölháborodását váltották ide, add be kell Willit, többször nagyon határozottan ellenállt, de hát kiderült, hogy a Várta nem hülyeségeket mond, hanem megtanulta a biológiát, és olyan dolgokat mond, ami ugyan az ő véleménye, de nem lehet kritizálni, de nem lehet azt mondani, hogy menjen és előbb tanulja meg, és aztán szóljon bele. És akkor ez két-három hónapig tartott, hogy ilyen idegen testként fogadta a tanszék, aztán egyszer csak belátták, hogy ez jó, és én azt kell mondjam, hogy egy rendkívül fontos eleme volt a tanszék világ sikerének az, hogy a Márta is ott volt közöttünk, mert egy női, hogy is mondjam, női szempontok a tudományban nagyon fontosak. Mást vesznek észre, bizonyos dolgokban sokkal finomabb, apróbb részleteket. Nagyon fontos, hogy együtt egy csoportban hölgyek és urak egyaránt legyenek, és Mártával nagyon jól jártunk. Na, még tudnék egy másikról is beszélni. Itt ül. Mik voltak az első kérdések? Hogyan kezdtetek el építkezni? Hát a Jóska, a Topá Jóska, meg az Ádám voltak akkor a főemberek. És hoztak be a gazdák kutyákat, és azt akartuk nézni, hogy a gazdához való kötődés az hogyan történik. És emlékszek, amikor jöttetek azzal, hogy az egyik, volt egy plakát az egyik helységben, amin egy kutyát lehetett látni, és az egyik vendégkutya fölugrott az asztalra, és ugatta a plakátot, aminek én nagyon örültem, hogy ezek szerint a kutya az felismer egy róla szóló képet, és elkezdtünk ilyen egészen elemi kísérleteket csinálni azzal, hogy hogyan lehet egy kutyát valamire megtanítani. A kötődés vizsgálatra pedig akkor kiderült, hogy a pszichológusok ismernek egy angol hölgyet, akinek van egy nagyon részletesen kidolgozott anya-gyerek kapcsolat mérésére, vizsgálatára szolgáló módszere, amit csak úgy lehet idézni, ha ő jön és tart egy tanfolyamot azoknak, akik majd idézni akarják ezt, vagy használni akarják az ő általa kidolgozott módszert. Ez 5 különböző helyzetbe kerül a gyerek, és arról videófelvétel készül, és annak az értékelése az ő módszere, és meg lehet mondani, skálázni lehet, hogy egy gyerek mennyire kötődik a mamájához. És hát úgy gondoltuk, hogy ez a mi emberünk, csak mi majd nem gyereket, hanem kutyát fogunk nézni. Meghívtuk közösen a Pszichológiai Intézettel, és tartott egy tisztességes 2 hetes tanfolyamot, mindenki megtanulta, és kiderült, hogy egy az egyben lehet a gyerek kötődést mérő módszert a kutya kötődésre használni, ugyanazok a dolgok fordulnak elő, ugyanúgy lehet értékelni, azóta világon mindenki idézi és használja ezt a módszert. Te, Ádám, ugye professzor úrnak volt egy nagy képe, egy víziója erről a projektről, de te meg egészen más szögből vagy más fényben láttad ezeket. Te hogyan kezdtél el építkezni, hogyan végeztél a kutatásokat? Igazából nem is más szögből, csak nyilván az ember korából adódóan is máshogy nézte dolgokat. Szerintem professzor úr akkor is inkább az általánosságokból közelített meg, és egy nagyon erős ember-kutya párhuzamot. Mi nekünk meg az volt a Jóskával egyébként a komoly problémánk, hogy valóban melyek lesznek azok a kísérleti paradigmák, amikkel a kutyát be tudjuk ebbe az összehasonlító etológiába vonni. És például a kötődés is egyébként pont egy ilyen kutatás volt, a nagyon szépen kiderült, hogy ez a párhuzam a ember-gyerek és a kutya között egyébként. Azt hozzá kell azért tenni, hogy ezt szoktam is mindig mondani ilyen szemináriumokon, hogy az egész ötlet az tényleg tőlünk származik, és ha valaki megnézi mondjuk a 2000 előtti kutyás könyveket, ott ez a szó, hogy kötődés, ez
sehol nem szerepel, ma pedig már mindenki erről beszél, és a kutya kiképzőknek is, amikor az ember egy bevezetőt mondanak a gazdáknak, elmondják, hogy milyen fontos ugye a kutya és a gazda közötti kapcsolat, ami nyilvánvalóan a kötődés. Erről szól. A másik, amit mi elkezdtünk vizsgálni, vagy kutatni, ugye az a főemlősöknek a kutatásából az ott végzett megfigyeléseken alapuló összehasonlítási lehetőség, és akkor megnéztük azt, hogy ezeket a módszereket, például az emberi gesztusoknak a jelentőségét, azt mennyire lehet a kutyákon is vizsgálni, és akkor így kezdtünk el például azzal foglalkozni, hogy a különböző mutatási formák, nézések, nézésirányok, stb. Ezek hogyan befolyásolják a kutyának a viselkedését, és aztán tényleg ebből is egy elég komoly kutatás keletkezett, és mind a mai napig egyébként ezek ismertek a világban, és nagyon sikeresek. Itt az volt, bocsánat, hogy csak ezt muszáj hozzátennem, ugye egy darabig mi is azt hittük, hogy amikor a kutya jól teljesíti, figyeli, hogy merre mutatunk, hogy ez egy ilyen értelmi képesség. De aztán kiderült, hogy a csimpánzok ezt nem tudják. Pontosabban a csimpánzt meg lehet tanítani arra, hogy figyelje az ember kezét, és akkor ő is ugyanúgy teljesít. De itt derült ki az, hogy a kötődés a legfontosabb dolog. A kutya annyira kötődik az emberhez, hogy állandóan figyeli, hogy mit mutat, mit mond, mit csinál, ezért nagyon könnyen megtanulja azokat a jeleket, amiket az ember ad. A csimpánzt meg nem érdekli az ember, nem kötődik hozzá. De nagyon okos állat, ugye a kutyának 50 grammos agya van a csimpánznak. 400, tehát ez mutatja mondjuk a intelligencia különbséget, tehát a csimpánz biztos, hogy sokkal komplexebb aggyal rendelkezik, de nincs kötődés, ezért minden más, és a kötődés volt az alapja annak, amit mi elindítottunk. Elmondtátok, hogy ma már a világ nagyon elismeri ezt a teljesítményt, de akkor 90-es évek végén hogyan fogadta a világ ezeket a kutatásokat? Fel volt háborodva. Ugye az egyetemen azt mondták, hogy mi nem végzünk tudományos munkát, csak játszunk a kutyákkal, de mivel a hallgatók szeretnek minket, ezért ezt elnézik nekünk. Mondták ezt, egyszer eljött a biológiai tanszékcsoport vezetősége a tanszékre, és ott ezt nekünk így elmondták. De akkor már a paradicsom halból nekünk rengeteg közleményünk volt. Tehát azt mondani, hogy mi nem végzünk tudományos munkát, ez egy kicsit erős volt, és akkor én a Tónit küldtem, hogy hozza be a külön lenyomatokat, és hozott egy ilyen stószt, és kiosztottuk, és akkor döbbenten ültek az urak és hölgyek, és aztán gyorsan elmentek. De ugye hát ez csak az egyetemi reakció volt. A szakma az pedig azt mondta, hogy a kutyának nincs természetes környezete, az etológia a természetes környezetben végzett vizsgálatról szól, tehát kutya etológia nincsen, és nem is volt. Hát olyan folyóirat vagy cikk, ami kutya etológiával foglalkozott, az nem létezett. És hát sokszor, ugye a legemlékezetesebb nekem, de azt hosszú elmondani, csak ide vonatkozó részt mondom, csináltunk egy munkát, amiben a kutyák nagyon értelmesen viselkedtek, és összehasonlítottuk gyerekekkel és egyetemi hallgatókkal, akik nagyjából mértékben különbözően, de ugyanúgy oldottak meg feladatokat. És akkor ezt nagy tisztességesen összeállítottuk a kísérletet, elküldtük, és visszajött azzal, hogy hát ez látszólag egy jó cikk, mert mind jó tesztek, jó statisztikai tesztek vannak benne, és minden. Hát csak az emberekre vonatkozó része, itt valami óriási hiba történt, mert normális emberek ilyet nem csinálnak, olyat, amit a kutyák. És hát mi tudtuk, hogy mi van, és miért megkérdeztük, embereket meg lehetett kérdezni, hogy miért csinálják, azt gondolták, hogy egy játékban vannak, és a kutyák is azt gondolták, mert ugyanúgy viselkedtek. Nem fogadták el, és nagyon sok cikk így jött vissza,
Aztán volt egy áttörés, amikor a Topa Jóska néhány gyerekpszichológussal csináltak egy nagy kutya-farkas gyerek cikket, amit mindenáron a Science-hez akartak küldeni a eredményt bemutató cikket, és akkor én mondtam, hogy könyörgöm, hát jönnek vissza sorra a cikkek a kisebb folyóiratokban, a Science a legjobb tudományos folyóirat ezen a mi területünkön is, ne küldjük oda, mert csak megint 3-4 hónapot várunk. Tanár úr, legalább egyszer. Jó. Legalább egyszer. Elküldtük, és akkor az a megdöbbentő dolog jött, hogy azt hiszem egy 2 hét múlva írtak, hogy tulajdonképpen elfogadnák, ha hajlandóak vagyunk egy munkatársukat egy hétre Pesten fogadni és bemutatni a kísérleteket. Életemben ilyet nem hallottam. Ugye egy tudományos folyóiratnak nem az a dolga, hogy ellenőrizze, hogy ezek a kísérletek jók-e. Az a szakma dolga. Hát legközlöm, és ha hülyeség van benne, akkor a szakma fölháborodottan ír majd másik cikket. De jó, jöjjön. És akkor jött egy kedves, a 60 körüli hölgy, akiről kiderült, hogy teljesen otthon van a viselkedés tudományokban, és minden kísérletünket megnézett, mindenkivel, Ádámmal is, velem is részletesen beszélgetett, és akkor lejött a cikk a Science-be, de nem csak, hogy lejött, hanem egy 4 oldalas interjú volt mindenkivel, és akkor azt teljesen megváltoztatta a helyzetet, azóta nincs ilyen problémánk, és hát akkor lendült fel tulajdonképpen a tudományos, tehát rengeteg labor vette át akkor a módszereket, és napokban, hetekben olvastam egy olasz társaság, aki cikkét, akik felmérték, hogy 2005 óta hogy meglendült a kutyakutatás. Ugye azt nem vették észre, hogy mi indítottuk el, de hogy elismerik, hogy általában nagyon nagy szerepet játszik, de valahogy úgy gondolták, hogy ez ugye semmiből egyszer csak elindult, és most, és nem tudom, 50 labor dolgozik rajta, és a legutolsó ilyen eset az volt, hogy a fiam, aki Cambridge-ben fizika professzor, és az egyik tanítványa adott neki egy videót, és az egyik előadása a mi kutyakísérleteinkről szól, bele van a bukfenc, úgyhogy... Veled kezdődik, a professzor igen. Úr sétál az erdőben, a feleségével, és a nyomokba szegődik egy kis kutya. Át is vettem tőled, nagyon tetszett. Nem tőle, adtad azóta. Ádám, amiről most szó volt, ez az időszak, amikor a környezet nem akarta befogadni ezt az újdonságot, és sok elutasítást tapasztaltatok. Ez neked a karriered eleje volt. Te ezt hogyan fogadtad? Hogyan élted meg? Egyrészt nekem volt ott 3 év, amikor nem voltam itthon, és akkor én visszamentem Angliába. Nem vissza, Angliába nem mentem. Angliába mentem, és ott visszamentem a halkutatásba igazából 3 évig. Tehát ez nekem egy picit az eleje azért kiesett, és ott tényleg a Jóska nagyon sokat dolgozott a háttérben. Azért én sem lógtam el ezt a dolgot, mert Angliában viszont arra jó volt ez a kintlét, függetlenül azoktól a konkrét kutatásoktól, hogy elég sok emberre megismerkedtem kint, akikkel később aztán sokat segítettek egyébként, és akkor én azért elég sok helyen, tehát Cambridge-ben, St. Andrews-ban meséltem már a kutyákról, adtam elő sokat, tehát kevés adatunk volt, de azt azért eléggé jól fogadták akkoriban. És akkor visszajöttem 2000-es években, tehát ez mindig a Science cikk előtt volt. Hát ez egy küzdelmes dolog, de szerintem én ma is azt mondom még a fiataloknak, hogy egy kutatónak erre fel kell készülnie. Tehát ez a lényeg az egésznek. Ugye az egész kutatás egy felfedezés, és minden felfedezés az ismeretlenről szól. Tehát valójában ez nagyon fontos, hogy ezt tolerálni kell tudni, és mi ebben nekünk szerintem kitartóak voltunk. Tehát ha úgy nézzük, hogy a Srádi Kutya program, ami 94-ben alakult meg hivatalosan, majdnem 10 évig eltartott, mire azért... És ez abból is adódott, hogy egy erős csapat volt, sokan együttműködtünk, támogattuk egymást, és sikerült az áttörés, ahogy ez el is hangzott.
Ugye már az előbb elhangzott, ő mondta, hogy vannak dolgok, amikre másképpen emlékezünk. Hát ez egy olyan dolog, amire másképpen emlékezünk. Az Ádám kiment Angliába, és nagyon jól érezte magát, és eredményesen dolgozott. Egy év, két év. Nekem az volt a problémám, hogy én azt szerettem volna, akkor én már olyan 61 néhány éves voltam, hogy legyen valaki, aki majd átveszi tőlem az egészet, mert ha ilyen nem lesz, akkor belekezdünk, és én nyugdíjba megyek, és vége. Ez az egyetemen rendszerint egy tanszék, nem hagynak kinőni valakit, aki átveszi a munkát, akkor gyakorlatilag megszűnik az a csoport, amelyik dominált, és jön valaki kívülről új emberekkel. Ez tulajdonképpen egy normális dolog. Ennek, amit mi csináltunk, szerintem az is normális. Lényeg az, hogy a harmadik évet is akarta, és akkor én írtam, hogy vagy hazajön, vagy megválunk tőle. És remélve azt, hogy a fenyegetés az elegendő lesz, mert ha nem jön haza, akkor nekem akkor nem volt olyan emberem, akiről el tudtam volna képzelni, hogy átveszi az egészet, és folytatja úgy, hogy az sikeres lesz. Tudtam, hogy ez az ember az Ádám, és mindent meg akartam tenni azért, hogy jöjjön és csinálja. Ehhez, ahhoz, hogy valaki egy ilyen munkát vezessen, az egy különböző adottságokból, mindenből kell valami, és nem, hogy is mondjam, ez nem csak tehetség, meg értelmesség, meg nem tudom, munkaszeretet, hanem annak a megfelelő aránya. Ez egy különleges dolog, hogy valaki egy tartósan évtizedekig tud egy komoly munkát fejleszteni, és beenged fiatalokat, és nem üldözi el azokat, akik esetleg okosabbak nála. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult dolog. Ugye valószínűleg az egész család, ő is fölháborodva ezen az ultimátumon, az Ádám szomorúan hazajött, és elkezdték csinálni a kutyát, és azt hiszem, hogy azért utólag most már megbocsátják nekem ezt, mert végül is a tanszék fennmaradt kutyatémával, világhírű lett, és az Ádám a tanszék. Igen, nem, ebben hasonlóan emlékszünk, nyilván az emlékezésben nincs különbség, nyilván a család nevében most nem tudok nyilatkozni, de valóban az tény, hogy ez egy nagyon fontos időszak volt, és valóban az kellett hozzá, hogy azért Márta Jóska tanár úr többieketben dolgozzanak együtt, és egyfelé igyekezzünk, és azóta meg ugye, ami nagyon fontos, és engem olyan tovább is ez megkapott, tehát annak ér, hogy nincsen kutyám, és mai napig nincs, és nem is tervezek kutyám. De van lányod, aki... Igen, az egy másik történet, de ami érdekes, az az, hogy a kutya, ennek ellenére ez az egész téma, ezt már akkor is éreztem, de nem tudtam megfogalmazni, egy inspiráló téma. Tehát, hogy mindig valami eszembe jut a kutyáról, nem? És nem csak maga az, hogy kutya, mert nagyon sokan, például a lányom is kutyában mindig kutyát lát. Na most én meg mindig látok benne robotot, látok benne mobiltelefont, látok benne humán dolgokat, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és egy inspiráció, és én ezért is maradtam ezen a területen, mert úgy éreztem, hogy mindig lehet a kutyától tanulni, és valahogy belefonni őt a kutatásban, és ma meg a tanszék jelentős része ma is kutyákkal foglalkozik közvetlenül. De azért nagyon sok olyan kutatásunk van, ami szerintem nem is tudják, hogy az ötlet, az alapötlet az igazából a kutyától jött. Az az igazság, hogy az emberek szeretik a kutyákat. Amikor mi elkezdtünk kutyázni, akkor én észrevettem, hogy az akadémián az adminisztrációnak az álláspontja az hirtelen megváltozott, és elkezdtek minket szeretni. Ami azt jelenti, hogy nem kekeckedtek a bürokratikus folyamatokkal, szóltak, ha volt valami pénzszerzési lehetőség a kutatásra. Tehát teljesen vigyorgó képpel fogadtak bennünket, és érdeklődtek a kutyákról. Tehát ez,
ez egy nagyon pozitív dolog volt, hogy igazából sokan szeretik a kutyát, és segítettek azt, hogy na, ha ezek komolyan gondolják, akkor amit tőlük telik, ugye nyilván szabálytalanságot nem követtek el, amit tőlük telik, az segítsék. Úgyhogy ez nagyon jó dolog volt. Meg hát az a rengeteg ember, aki ugye a tanszék köré került, mert ugye a gazdával együtt vizsgáljuk a kutyákat, és hát nagyon sokan kerültek elő. Egy pár éve mentem valamelyik kutyával a Gellért hegyen, és megszólított egy fiatalember, hogy ők a tanszéken a csináld, amit én csoportba járnak, és mutatta a kutyáját, hogy már milyen jó halad. És én nem is tudtam róla, akkor már én nyugdíjban voltam, és nem voltam a tanszéken. Kiderült, hogy van egy ilyen külsősök számára is hozzáférhető csoport, hogy megtanítják a kutyát, hogy utánozza az embert. A kutyák imádják ezt a feladatot, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hogy tehát nem csak tudományt csinálunk, hanem beszélünk a társadalomnak a kutyáról, meg hívjuk őket, és engedjük, hogy részt vegyenek, és segítsenek. És ha még a igazi kutyások nézeteit is meg lehetne változtatni a kutyákról, az volna az igazi. Egy filmet csináltak, és a bemutatója nemrégiben volt, és megkértek engem, hogy beszéljek róla, és megnéztem, és aztán elnézést kértem, hogy ugye mi másképp látjuk, mert a genetika meg, szóval vannak ilyen tudományos problémák, amik távol tartanak bennünket az igazi kutyásoktól, mert az egy más világ. Ezek a csoportok, amiket a professzor úr említett, ezek hogyan kezdtek el terjedni, hogyan rügyeztek ki a tanszéken? Még ott tartottunk, hogy kevesen voltak, akik ezt csináltak, Márta megjelent a tanszéken. Te eltűntél. Hát akkor még nem voltak csoportok, tehát amikor én eltűntem, akkor gyakorlatilag páran voltunk, és nem tudom, nyilván valamit, tehát az e-maileztük, és tudtam, mi történik közben. De a csoportra válás az valójában azért később alakult ki. Tehát ez a 2010-es évek, amikor már ugye részben felnőttek a fiatalok, részben Topály Jóska elkerült a pszichintézetbe, és akkor az ő kutatásának a gyerekek kerültek a fókuszába, de persze megtartottuk ezt a kooperációt, és a gyerekeket és a kutyákat párhuzamosan vizsgáltuk. Tehát az egy teljesen másik független irány volt. A Márt egyre önállóbb lett, őt egyébként inkább mondjuk a kutyás témák érdekeltek talán akkoriban inkább. És aztán nekem is lettek idősebb tanítványaim, illetve hát megjöttek a farkasok. Megjöttek. Ja, meg hát a farkasok azok ugye nyilván az egy teljesen új irány volt, ami szintén a világon először volt az, hogy egy kutatócsoport tényleg mondjuk így örökbefogad farkaskölyköket, és akkor viszonylag hosszú ideig neveli és szisztematikusan megfigyeli őket. És hát nyilván elindult egy olyan fiatal generáció, mondjuk Kubiny Jenikővel, aztán később Andi Csatilla is csatlakozott hozzá, akik már olyan ügyesek voltak, hogy önállóan tudtak pénzt szerezni, mert egyébként önállóvá válás, ugye ezt beszéltünk korábban, annak egy nagyon fontos eleme a pénzszerzés, az, hogy valaki ténylegesen nem csak hogy pályázik, hanem sikeresen pályázik, megkapja azokat az anyagi forrásokat, és tulajdonképpen a tudományban az az elismerés, hogyha valakinek van saját jogon megszerzett pénze, akkor ezt úgy költi el, hogy akarja. Tehát, hogyha embereket vesz fel rajta, akkor tulajdonképpen a csoport az kilakul, akár szeretik őt, akár nem. És ilyen értelemben mi szerencsések voltunk, mert elnyertünk olyan nagy pályázatokat, amik aztán a kollégáknak lendületet tudtak adni, és így indult el. Hát ugye az, talán az sem titok, néha szoktam mondani, hogy volt egy időszak, amikor abból éltünk, hogy robotokat figyeltünk meg, mert ez egy olyan uniós pályázat volt, ahol sok pénzt lehetett akkor kapni, és a kutatócsoport ezzel foglalkozott, ebből lett ugye később az etorobotika, de ez nagyon sok embernek lehetőséget adott, hogy egy olyan anyagi bázist alapítottunk meg, ami aztán a pályázatokat később lehetővé tette, és elindult utána az öreg kutya kutatás, a kutya agy elméjének, nem csak az elmének a viselkedése, hanem az agyműködésének a kutatása, ami borzasztó izgalmas terület, szóval gyakorlatilag ma már mi szinte mindennel foglalkozunk, ami kutya, azt lehet mondani.
Ez hozzá kell tennem, hogy ez egy ugye, viga az én időmben, vagy még akkor még Angliában volt, vagy még előtte. Az volt a fő probléma, hogy önállósítani kell. Tehát én már készülök a nyugdíjra, de még évek vannak, és el kell érnem azt, hogy tudjanak cikket írni, tudjanak pénzt szerezni, és legyen értelmes témák. Ugye a témáról már beszéltünk. Az, hogy ha én írom meg a cikket, akkor az jó, akkor én leszek a fő kutya, és amikor abba hagyjuk, akkor vége az egésznek. Tehát ez, ha én szerzem a pénzt, akkor én már igazán tudtam pénzt szerezni, akkor addig lesz pénz, amíg én vagyok, és ha ők nem tanulják meg, akkor vége. Tehát én ezt ideje korán észrevettem, hogy ez a két feltétel még kell, tehát tessék önállóan cikket írni, a kutyás cikkekben mindig én vagyok az utolsó szerző, azért, hogy tessék, neked kell megírni a cikket. Ez az elején problémás volt, aztán meg már simán ment. A következő, hogy neked kell pénzt szerezni, mert ha nem tudsz pénzt szerezni, akkor le fogunk állni. És hát ugye itt a minket kérdező Enikő is, ugye a tehetségen, a cikkíráson kívül a pénzszerzés is egy olyan fajta készség, ami valakiben vagy megvan, vagy nincs. Azért az, hogy az Európai Uniós pénzekhez hozzá lehessen jutni, ahhoz azt a nyelvet is meg kell tanulni, amin ezek beszélnek, eredményeket kell elérni, ezeket prezentálni. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult dolog. A laikus ember azt hiszi, hogy a tudós az csak ül valahol és gondolkodik a tudományon, de a tudós az boldog, ha van egy fél órája erre, de többnyire kísérleteket kell csináljon, pénzt kell szerezzen, szervezzen, cikket írjon, adminisztráljon, újraírjon, vitatkozzon külföldi kollégákkal, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett. Kiderült, hogy ez egy nagyon tudatos stratégia volt, ahogy te elmentél nyugdíjba, hogy fölépítettél egy új tanszékvezetőt. Szomorú lettem volna, ha mostan én büszkén az addigi eredményekre elmegyek, és utánam semmi. Engem ez nagyon zavart volna. Engem akkor már sok minden más érdekel. Személyesen ez olyan, hogy az ember sok minden érdekli, ha van egy csapat, amelyik 10 évig elhiszi, hogy érdemes ezt csinálni, mikor minden külső azt mondja, hogy ez egy baromság, és nem tudomány, és nem érdemes csinálni. És ahelyett, hogy elmennének jobb munkahelyekre, ott maradnak, és hajlandók csinálni, és küzdenek, és jönnek vissza a cikkek úgy, hogy nem fogadják el is. Nekem elhiszik, hogy ebből mégis lesz valami. Ez azért ad az embernek olyan belső erőt, hogy ha ez a társaság ennyire velem van, akkor meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy utánam is ők tudják tovább csinálni. És ez sikerült. Hát ez... Már csak az maradt hátra, hogy arról beszélgessünk egy kicsit, hogy a jövőt hogyan látjátok. Sokat beszéltünk a múltjáról a tanszéknek, áttekintettük a témákat is, hogy van-e erről valami meglátásotok? Hát talán annyiban kiegészítem az előző dolgokat, hogy amit én még fontosnak tartottam mindig is a kutatásban, ugye a kutya, illetve a kutya és az etológia, az alapvetően egy megfigyelés alapszik. Ugye a kutató, ez nem túlzás, hogy tényleg ül és nézzük azt, hogy mi történik. Valami kísérleti helyzetben általában. Ez nagyon izgalmas, de ugye sok kutatónak azért arra is kell gondolnia, hogy fog ebből ő megélni. És ez is része volt annak a stratégiának, hogy mi elkezdtük mindig a modern technikákkal és módszerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlen az, hogy a kutya etológia nem csak etológia, hanem van benne neurobiológia, van benne egy csomó kapcsolatunk az orvostudományokkal, például pont a kutya öregedés projekt egy olyan, ami lényegében egy ilyen
emberöregedés modellkutatás, tehát akiben benne van, az nem csak a kutyáról tud meg sok mindent, és a kutya öregedéséről, hanem az emberöregedéséről is. Vagy ugye elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet nem invazív módon, tehát nem beavatkozva az élőinek a működésébe agyhullámokat elvezetni, rögzíteni, mérjünk ma már EEG-t, mérjünk ma már ténylegesen, tehát agyi aktivitás különböző formájában is, és végül is a robotok és a mobiltelefonok is azért vannak a tanszéken, mert ez is a modern technológia része. Ma már biológus, aki nem tud programot írni, az igazából nem tud sikeres lenni semmilyen módon. Tehát én ezt is próbáltam még megteremteni, hogy lássák az emberek a lehetőséget, és ez szerintem ez a változásra való képesség, ez ami a tanszéknek vagy a kutatásnak a jövőjét adja meg. Tehát az, hogy mindig újakba fogjunk, és legyen elég merszünk arra, mert minden új egyébként, ahogy itt szerintem kiderült, a kutya is ugye 25 évvel ezelőtt egy annyira új dolog volt, hogy ezt nagyon komolyan kell csinálni, és pont egyébként a mobiltelefon és az ember kapcsolata, ami ugye nem más, mint a hasonló a kutya-ember kapcsolathoz, az ma egy olyan terület, amit meglepően kevesen vizsgálnak, de viszont amikor megjelenik egy publikációnk, akkor mindig borzasztóan komoly reakciókat kapunk rá, mert mindenkit érdekel, és ezért aztán nagyon jól is mennek ezek a kutatások, meg izgalmasak is. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a logikán tovább haladva szerintem a tanszék az egy jövő sikerei előtt áll. És még azt is hozzátéve, hogy ennek az is az oka, hogy pont azért, mert sokfélét csinálunk, nagyon sokfélék is vagyunk. Tehát egyfajta olyan csapat állít össze, és ha megnézzük ugye, hogy ki mit végzett el egyetemi szinten, akkor tényleg a biológus, a közgazdász, a fizikus, az informatikus, vegyészekről is volt már szó, szóval mindenféle van, és ez amikor arról van szó, hogy ki kell valamit találni, amikor együtt kell valamit újat létrehozni, akkor mindig van, aki ezt úgymond magára veszi, hogy hú, ehhez én értek, ezt én csinálom, és akkor gyertek, majd én megmutatom is, és ez amitől az egész nagyon jól tud működni, és én optimista vagyok, és remélem olyan szerencsés helyzetben leszek, mint professzor úr annak idején, hogy lesz valaki, akinek hamarosan át tudom adni a tanszék vezetését, és ugyanezzel a lendülettel fog a terület tovább menni abban a közösségben, és együtt tudunk majd dolgozni. Nekem könnyű dolgom van, ugye, mert én elképzelek valamit a jövőről, azt már nem nekem kell megcsinálni, és ezért egy kicsit felelőtlenül beszélhetek. Én, ugye engem rendkívül érdekel az, hogy a kutyák miről gondolkodnak, miután nem tudnak még beszélni, csak mutogatnak. Az én saját kutyáimon azt látom, hogy sokkal több mindenről gondolkodnak, mint amit feltételezünk, csak másképp. Ugye a kutyának az illatok, azok a látásnál sokkal fontosabbak, valószínűleg ahogy az illat időben halványul, a kutya visszamenőleg tud gondolkodni, hogy mi történt, ki volt itt, mikor volt itt, mit csinált, mintha mi úgy látnánk a képeket, hogy a tegnapiak azok halványak, de még ott vannak, és erre jártam, és a tegnapi erre járt egy ember, és a halvány képét még lehet látni. Valami fantasztikus világ lehet. Úgyhogy nagyon érdekes volna beszélgetni egy kutyával arról, hogy hogyan látja a világot. És ugye ezen ők mindig kinevettek, hogy én beszélek arról, hogy majd egyszer a kutyák beszélni fognak, holott én ebben biztos vagyok. De a tanszék egy utolsó időkben belement egy olyan vizsgálatba, hogy észrevették a világban, hogy vannak olyan kutyák, akik képesek megtanulni fülneveket, igei vonatkozás nélkül. Tehát egy halom tárgyból megtanulják a tárgyneveket, és ha kérnek egy tárgyat, akkor azt kiválasztják. A legtöbb kutya a igét és a főnevet azt egybe képzeli. Tehát a labda az nem azt jelenti, hogy ez egy tárgy, aminek semmi különös, csak egy tárgy, hanem ez egy valami, amit eldobnak, vissza lehet hozni, lehet vele játszani, tehát ez egy bonyolult dolog. Van 10-15 kutya a világban, aki több száz tárgy nevét meg tudja tanulni, és ezt bizonyítani lehet, és ugye a tanszék is
végzett ilyen kutatást. Ez azért érdekes nagyon, mert azt jelenti, hogy a megértésben, ugye a nyelv megértésében ez egy felsőbb fokozat, amikor az igével együtt a szociális tevékenységek közepette használunk szavakat, és nem vitatkozunk azon, hogy most az ige része meg a főnév része az külön van, és nem filozofálunk, hanem tevékenykedünk, akkor a kutyáknak semmi problémája. Ha eljutunk oda, hogy a tárgyat és az igét tényleg meg tudja egy állat különböztetni, az egy nagyon előre lép a megértés folyamatában. Tehát rendkívül izgalmas dolgokat lehetne csinálni, ha az ember genetikát vonna be ezekbe a kísérletekbe. Van az a 10-15 ilyen kutya, ha ezeket kereszteznék, az utódokat tesztelnék, és szelektálnának a nyelvi megértésre. Erre egész biztos, hogy óriási összegeket lehetne szerezni, akár nem hivatalos személyektől. Az embereket ez rendkívül érdekelni. Tehát ha valaki a tanszéken fölvállalná egy olyan projektet, hogy beszélő kutya projekt, genetikával, szelekcióval, tenyésztéssel ki akarunk szelektálni olyan kutyákat, akiknek a nyelvi megértése jobb, mint a meglévőké. Az egy óriási dolog volna. Egyrészt a nyelv keletkezése, ami az embernél egy teljesen homályos dolog, és csak meséket mondunk róla, de semmi bizonyítékunk nincs. Ha sikerülne egy állatot, a kutyát megtanítani egy primitív, néhány száz szavas beszédre, akkor ennek a tanulási folyamatnak, tehát ahogy megtanítjuk a kutyát erre, az példát adna arra, hogy az ember hogyan volt képes saját magától ezt a folyamatot elindítani és véghez vinni. Tehát ez egy rendkívül fontos tudományos probléma lenne. És ha én lennék a tanszék, akkor biztos, hogy valakit egy ilyen témára ráállítanék, mert ezt jól meg lehet fogalmazni, közölni lehet, kérni lehet embereket, hogy adjanak akár kisebb összegeket erre, és csináljunk egy genetikai vonalat, mert az nagyon izgalmas. A kutya egy év alatt ivarérett lesz, gyorsan lehet vele genetikát csinálni. Több záró vonatot is mondhatok, de még van kettő nagyon rövid kérdésem. Az egyik az az, hogy te a kutyakutatások jövőjéről beszéltél, te pedig arról, hogy milyen nagy a sokféleség a tanszéken. És hozzád szeretnék fordulni ezzel kapcsolatban, Vili, mert te egész életedben evolúcióval foglalkoztál. Hogy nem ez a tanszék sikerének az egyik titka, ez a nagy diverzitás? Én foglalkozom az emberi evolúcióban, engem a közösségek kialakulása és működése érdekel. És most fordul a antropológiában, van egy óriási fordulat. Eddig úgy képzelték, hogy voltak az ősi közösségek olyanok, amilyenek. És aztán egyszer csak elkezdtek földet művelni, ipart csinálni, és már itt vagyunk a jelenben. És ez egy ilyen nagyon egyszerű séma, ahol azt képzelik, hogy egyszer csak elfogytak a vadászható vadak, és akkor elkezdtek növényeket termeszteni, és milyen egyszerű és szép, és itt a szép új világ. És most érik meg az a folyamat, amelyik azt mutatja, hogy természetesen ez nem így volt. Nagyon sokáig az emberi faj, mint faj kiterjedt hálózatokat képzett, amelyeknek voltak kis közösség tagjai, de az egész hálózaton belül lehetett mozogni. Nagyon korán kezdtek cserélni,
tárgyakat eljárni máshova, és nem volt, nem mindig voltak ütközések és agresszív összecsapások a hálózaton belül. Aztán ahogy nőtt a hálózat, időnként megjelentek erőszakos emberek, akik kis csoportokat megszerveztek, hogy el lehet venni a dolgokat másoktól, és akkor az mennyivel egyszerűbb, mint megcsinálni. És akkor ugye ezek, amíg az erőszakos ember ott volt, addig működtek, amikor meghalt, vagy olyan csapták, akkor ugye ez visszaesett. Ugye a paradicsomhalakat abba hagytátok, mert egyszerűek voltak és unalmasak. És a kutyáról meg már elmondtunk nagyon sok érdekességet, Ádám el is mondta, hogy az égvilágon mindent lát benne. Tehát egy kicsit olyan, mint az ember. És neked van ez a fontos mondatod, a Vili, hogy a kutyát az ember a maga képére teremtette. Természetes, hogy a választás, hogy milyen témába fektettek energiát, az is nagyon fontos. Tehát amikor a paradicsom halakkal kezdtünk, akkor azt gondoltuk, hogy kapunk annyi támogatást, hogy abból egy komoly viselkedés genetikát lehet csinálni. Aztán akkor kiderült, hogy nem kapunk semmit. Az egyetemtől évi 15 ezer forintot kaptunk, és az én zsebemből fizettem időnként a halak ennivalóját. Aztán akkor elmentünk a pontyenyésztőkhöz, ugye a Törg István, Szász Halombattat, és az Állami Gazdaság Szövetségétől kaptunk pénzt ponty nemesítésre, és annak a farvizén azért a paradicsomhalakkal is tudtunk foglalkozni, de már ez mutatta, hogy hát persze, ha ponty, csak ponttyal foglalkoznánk, akkor az eredmény olyan gazdaságosabb és eredményesebb dolog lenne, de minket a paradicsomhal érdekelt, a ponty az csak a pénzkereseti lehetőség, kutatási pénzkereseti lehetőség volt. A kutya az pedig hát azért jött be, mert az egész társadalom, az emberek 50%-nak van valamilyen kutya kapcsolata. Tehát az a szimpátia a kutatása szemben, az nagyon fontos. Lehet úgy is jó munkát végezni, hogy senkit nem érdekel, és nagyon küzdelmes, és valaki egyedül egy életet áldott arra, hogy ezt vagy azt felfedezzen, és akkor aztán 10-100 év múlva használják az eredményeit. Ezzel a témával mi egy olyat választottunk, ami egy ilyen önfenntartó, és segíti azt, hogy jó, ha valaki jól meg tudja szervezni a tudományos részt, akkor nagyon jól működik, és hát az Ádám egy ilyen. Ezt szoktam is mondani, hogy ha az ember mondjuk egy moha kutató lennék által ez az alap hasonlat, akkor biztos nem lennénk ilyen híresek. De most már néha azon gondolkozom inkább, hogy ez úgy érdemes megközelíteni, hogyha az emberek van egy érdeklődése, és azért lássuk be, hogy a 90-es évek közepén nem gondoltuk még, akkor mondjuk azt, hogy a társadalomban sem volt meg akkora igény, embereknek volt kutyája úgy általában, ahogy Konrád Lorenznek is volt egyébként, de ő sem érdekelt a kutya etológiai szempontból. Tehát én azt látom, hogy a kutatónak az is egy nagy felelőssége, és talán lehet, hogy ez is kell némi tehetség, hogy azt, amit ő szeret, azt, és most csúnya szóval mondom, hogy lehet eladni. Tehát hogy lehet abból olyat csinálni, úgy kutatni, hogy az embereket érdekelje, és azon is gondolkozom, most már lehet, hogy a mohákat is lehetne úgy kutatni, hogy ez érdekeljen sok embert, és a kutya az valójában ebben tényleg minket segített, nagyon sokat, de ehhez kellett egyfajta fantázia is, és ez nagyon fontos egyébként, hogy az ember ne egy ilyen elefántcsontoronyba szorulva a saját kis ötletein dolgozzon, nem próbálja meg a társadalmat ilyen szempontból segíteni. És egyébként nekünk például az, hogy minden évben megrendezünk egy olyan tulajdonképpen egynapos konferenciát, amikor hát régebben ugye ez csak egy teremben pár száz ember, de ma már ugye az online térben is akár sok tízezren követnek minket abból, amikor elmondjuk az elmúlt egy év kutatásait, ez egy akkora élmény szerintem mindenkinek, nem csak aki előad, hanem aki hallgat is minket, hogy ez az, ami részben a sikerességnek egy titka. Egyfelől. A másik, ha meg visszanézzük, az, hogy nemzetközileg az egész kutatási terület még mindig annyira élénk. Laborok jönnek, mennek egyébként, a miénk még mindig talán a legnagyobb.
de valójában egy olyan érdeklődés maradt meg, ami ezt a sikert fokozza folyamatosan, tehát minket is idéznek, mi is idézünk másokat, és hát így két évente van egy nemzetközi tudományos konferencia, amin szintén 200-300 kutató szokott beszámolni ezekről a munkákról, tehát én úgy érzem, hogy ez egy olyan sikeres közösség így egyben, ami nagyon fontos hozzájárulása a tudomány fejlődéséhez. Ehhez én annyit tennék hozzá, a Kubinyi Enikő a példám. Ugye Enikő egyik legtehetségesebb tanítványom, elkezdte érdekelni őt a kutyák öregedése. Még korán, amikor még nem látta mindenki, hogy a kutya az egy kiváló modellje az emberi egészségnek, illetannak mindenféle fontos emberi dolognak is, és elkezdtek jönni a cikkek, amelyeket elfogadtak, kiderült, hogy ez az embereket érdekli, mert emberekre vonatkozó adatokat is lehet belőle kapni. Enikő egy csomó uniós pénzt kapott, időnként már túl sok pályázatot nyert el, de engem az döbbentett meg, hogy ugye ez egy nagyon jó, valaki nagyon jó ráérzett egy résztémára, hogy ebből valamit lehet csinálni. És akkor egy néhány hete olvasok egy tanulmányt, egy amerikai tanulmányt, hogy van egy amerikai intézet, ahol a kutyák öregedésével foglalkoznak, és az eredményeket ismertették, és ebben nem szerepeltek a tanszék Enikő által irányított munkái, és ezen ugye nagyon csodálkoztam, mert hát tudom, hogy jó reflexiók voltak, sok cikk megjelent, sok pénzt kapott, hát akkor hogy nem idézik. És akkor felhívtam az Enikőt, és az kiderült, hogy Amerikában egy 100 fős kutatóintézetet szerveztek a kutyák öregedésének vizsgálatára rengeteg pénzzel. Tehát ugye itt látja az ember azt, hogy a modern tudomány az hogy működik, hogy valahol egy kis országban kevés pénzzel, de sok ésszel és tehetséggel elindítanak valamit, és amikor az kiderül, hogy sikerül, akkor ugye ott, ahol rengeteg pénz van, rászállnak és próbálják az egészet elfoglalni. Ez egy verseny, amiben ezt is figyelembe kell venni, és lehet, hogy néhány év múlva azért nem érdemes benne tovább menni, mert ezek sokkal több pénzt tudnak ráfordítani, és nem tudunk velük versenyezni, és kell egy új dolgot kitalálni. Tehát az mindig nagyon fontos a tudományos életben, hogy az ember meddig ragaszkodik, hogy választja ki a témát. Az egy alapdolog. Aztán meddig ragaszkodik hozzá, mert vannak témák, amelyek nem sikerülnek. Ezért, mert rossz módszer használ, rossz objektumot választott, rossz irányt választott. A molekuláris biológia története, amikor ugye itt Magyarországon még nem lehetett utazni, és csak értesültünk róla, hogy van molekuláris biológia, és ugye a Straub tanszéken egy hagyományos biokémiából próbáltak átállni molekuláris biológiára, de az ultracentrifuga, DNS analízis, számtalan olyan eszköz és egyéb dolog kellett, ami teljesen reménytelenné tette. De ez, én ott voltam, 8-10 évig tartott, amíg felismerték, hogy a régi módszerrel nem lehet a molekuláris biológiába eredményt elérni, mert állati sejteken, patkánymájon, meg hasnyálmirigyen próbáltak csinálni, baktériumokon kellett, gyorsan kellett. És a molekuláris biológia története arról szól, hogy Amerikában, Franciaországban, Németországban laborok összeálltak, itt tudott valaki valamit, ott egy másik mást, összeálltak pillanatok alatt, és néhány év alatt megcsinálták a molekuláris biológiát, mert mozgékonyak voltak és figyelmesek. Ezt nekünk is
így kell csinálni. Tehát az, hogy most mit képzelünk, az most érdekes, de lehet, hogy néhány év múlva egész más dolgokat kell csinálni, mert figyelembe kell venni, hogy a világ többi részén mit csinálunk.